Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. A múltkor a száraz jéggel kísérleteztünk, most egy ennél is hidegebb anyag következik, mínusz 183 Celsius fokkal érkezik a folyékony oxigén. Szerintem gyönyörűen lehet látni, hogy a folyékony oxigénnek kék színe van. Így néz ki tehát a folyékony oxigén, de nem az az egyetlen érdekes tulajdonsága, hogy kék színű, hanem az is, ahogy erős mágneses térben viselkedik. A folyékony oxigénnek szépen megfigyelhetők a paramágneses tulajdonságai, tehát ha nagyon-nagyon erős neodímium mágnesekkel közelítek felé, akkor a folyékony oxigén lényegében felfolyik a mágnesre, és most is itt van körülötte. Van egy másik klasszikus kísérlet is, amit beszeretnék mutatni a folyékony oxigénnel. Ez pedig arra vonatkozik, hogy mi történik a táplálékkal, amikor bejut a szervezetünkbe. Ugye ott elkezd oxidálódni, vagyis égni, ebből nyerjük az energiát. Az égéshez pedig három dologra van szükség. Éghető anyagra, megfelelő hőmérsékletre, és természetesen oxigénre. Na, abból itt bőven van. Amíg megszívja magát, tesztelem, hogy tényleg jó ez a, nem is tudom, minek hívják, pufi. Kicsit belenyomkodom egy csipesszel, hogy jól megszívja magát, és nézzük, hogy oxidál egy ilyen oxigéndús környezetben. Hát ez eloxidált. Bevallom, erre nem számítottam, hogy itt fog ugrálni össze-vissza. Mondanám, hogy csináljátok meg otthon, de hát folyékony oxigénhez viszonylag nehéz hozzájutni. Ez persze nem akadályoz meg senkit abban, hogy ilyen pufi tegyen. Ez volt a Szertár, a következő adásban a folyékony nitrogént nézzük majd meg. Ha tetszett a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok! Ja, és köszönjük a Messernek a gázokat! Az oxigén az hány fokos, folyékony 160? 183. Igen? Jó. Ezt kivágni.